köszöntök mindenkit ezen a mai kiállításon. Elsősorban köszönjük az Egyetem Művészeti Karának, Népelnik Lapalának, hogy ilyen jó és tartalmas együttműködés alakulhatott ki köztünk, hogy ismét egy kiállítást tudtunk itt létrehozni. A két művész, Stösszel Nanda szobrász és budapesti művésznő, és Lőrinc Robert, ő pedig Miskolc Smile-ról érkezett közé. Őt a Kaguya kaposartalmja és a Bajnagyelnök művészeletben dolgozik, és így került ő a meghívásra. Nandával pedig a Progress kiállításokon, amelyet a Kaposat Egyesület szervez, minden alkalommal megjelent műveivel, és ezt bátorítjuk fel őket arra, hogy meg is a kiállítás rendezünk neki. A közös, hogy miért közös, azt talán majd dr. Gabriella fogja elmondani, művészettörténész, aki az egyetemen tanít. Mi a grotesk-ségüket próbáltuk, de hát majd a szakavatot fackát felkérem, amelyikor. Köszönöm szépen, szeretem, köszöntök mindenkit itt a kérdés nyitón, hogy már csak a nőket közösen köszöntöm a gyűlésemre is. Napon, és jó típusú kiállítással jelentkezünk most itt a Kaliber történetében, vagy a történetében, de ami kapcsolódik egyrészt a hagyományokhoz, tehát a kaposártal hagyományosan jó kapcsolata van az egyetemnek, illetve a kaposárt munkájában az egyetem részéről oktató diákok is részt vesznek, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogy helyet adjunk azoknak a kiállításoknak, amik ezen az egész ötön keresztül szerveződnek, és így most ennek a különlegesen összerakott kiállításnak, amikor is két különböző műfajt, a szobrászatot és a grafikát keverte itt a kiállítás egybe, amit kapcsolódik azért Klárához, hogy ami összeköti ezeket a műveket, azok a formai változatosság, és az a formai torzítás, csavarás, és a grotesznek a különböző megnyilvánulásai, amik itt akár rajzban, akár pedig szobrászati formában megnyilatkoznak. Ez az elsősorban az emberi testnek, testtel foglalkoznak, azokkal a furcsán összerakott, kifordított, átfordított emberi testekkel, amit így sohasem látunk, de mindig a gondolataink elröpülnek ilyen irányba. Igazából, amit itt a két művész közötti kapcsolatként látok, vagy felhoznék, az a fajta fantáziavilág, amiben mindenképpen gondolkodnak, és ez mindenképpen összeköti a minden az anyag különbséget, a minőség másnak is ezeket a gondolatokat. Én köszönöm szépen, hogy elhozták ide ezeket a műveket, és akkor kérem mindenkit, hogy nézzék meg értő szemekkel. Esetleg nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése, vagy a művészek közül szeretne valamit mondani. Hát inkább beszélnek a képekkel jöttünk, szerintem legalábbis részem. Egyébként, kérem, azért is. Akkor lehet kérdezni, hogy Yes!